Az 1966-ban bemutatott Kabaré címadó dalával kezdődött a Musical Varázs című hangverseny péntek este. A Művelődési Házban megtartott koncerten a Gyulai Erkel Ferenc vegyeskar és a Békés Csabai Bartók Béla vegyeskar a 20. század legnépszerűbb musicaljeinek slágereit adta elő. A szólókat két vendégművész énekelte. Nagy Szilvia az Egri Gárdonyi Géza színház tagjaként gyakran ad elő musicaleket. Békés Csabai származású vagyok, és dolgoztam már együtt a Bartók Béla vegyeskarral, és egy újabb felkérés jött erre a szép koncertre. Ágoston Máté többek között a Mazácsban és a Lovas Színházban is énekel. A két színész már többször dolgozott együtt. Szilviának köszönhetem, hogy itt lehetek. Ő gondolt rám, mint férfi szólistára, és nagyon élvezem, nagyszerű a kórus, nagyszerű a karnagyúr, és hát ezek olyan zenék, amik az egész világot meghódították. A musical a 20. század amerikai színházaiban alakult ki, az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb műfaja világszerte. Hangvételében könnyedebb az operánál, nagyobb szabadságot ad a zeneszerzőknek, akik gyakran a könnyű zenéből merítenek. Rengeteg musical filmadaptációja is nagy sikert aratott, több alkotást Oscar-díjjal jutalmaztak. A Gyulai koncerten többek között az Óz, a Hegedűs a háztetőn, a My Fair Lady, valamint a Rómeó és Júlia két adaptációjának slágerei is elhangoztak, és egy egyveleg Andrew Lloyd Webber dalaiból. A koncert célja az volt, hogy a könnyedebb művekkel népszerűsítsék a kóruszenét. Jó néhány év óta vállalkozunk arra tavasszal, meg utána folytatva itt Gyulán, hogy egy könnyedebb műsorral is kedveskedjünk a közönségnek. Kezdtük ezt a varázslatos filmdalokkal, és hát most ennek igazából a folytatása a musicalek. Ezek közül is a legnépszerűbb dallamokat gyűjtöttük egy csokorba, és ezt hoztuk el ide. A koncert végén a kórusok az Erkel Gimnázium, valamint a Lila és a Karácsonyi Általános Iskolák énekkaraival kiegészülve a legnépszerűbb magyar musicalek slágereit adták elő.